Portfolio Podcast Lab. Már is kezdődik a checklist, de előbb egy rövid üzenet szponzorunkról. A mai podcast támogatója ugyanis az OTP alapkezelő, amelynél már elérhető az első sorban az Egyesült Államokban kibocsátott részvényekbe fektető OTP USA részvény alap. További részletek az OTP alapkezelő weboldalán vagy az epizód leírásában található linken érhetők el. Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist július 19-én pénteken. A mai műsor első részében arról az informatikai rendszer problémáról lesz szó, ami az egész világon, köztük Magyarországon is, óriási méretű leállásokat okoz különböző szektorokban. Még nem lehet tudni valójában, hogy kihibázott, ez egy viszonylag hosszú folyamat is lehet, pontosan feltérképezni, hogy mi okozhatta -e ezt a hibát. Most első körben én azt gondolom, hogy Amivel foglalkozniuk kell az érintett cégeknek, tehát akik például ilyen szoftvereket használnak, hogy az üzletmenetet valamilyen szinten biztosítsák. Erre vonatkozóan a cég kiadott egyébként egy workaroundot, a témáról Hírs Gábor, IT biztonsági szakértőt kérdezzük. Az adás második részében arról lesz szó, hogy az Exios információi szerint Joe Biden már a hétvégén bejelentheti, hogy meghajolva a pártakarat előtt mégsem indul a novemberi elnökválasztáson. Azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen fejlemény milyen folyamatokat indíthat be a demokrata pártban, Pintér Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalom Tudományi karának docense, az egyetem angol-amerikai intézetének vezetője lesz a vendégünk. Én forrás David vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist július 19-én. Péntek hajnal óta jelentős informatikai kimaradásokat tapasztal, világszerte rengeteg szervezet, köztük cégek és állami szervek. A délelőtti helyzet szerint földre kényszerült több vezető légitársaság, köztük a KLM France, a Delta, a United és az American Airlines, de fennakadásokat jelentett a Vizer is. Ezen túl akadozik a Brit Sky News hírcsatorna adása, problémákat jelentett több reptér, köztük a budapesti, de egészségügyi szolgáltatók, bankok, szupermarketek és még a londoni tőzsde is beszámolt IT problémákról. A kimaradások globálisak, minden jelentős földrész és rengeteg iparág érintett. Az első hírek szerint a problémát a CrowdStrike kiberbiztonsági cég Falcon Driver nevű szoftverének egy frissítése okozza. A témával és annak technológiai hátterével kapcsolatban itt van velünk Hírs Gábor, IT biztonsági szakértő. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban! Üdvözlöm, jó napot kívánok és köszöntöm a hallgatókat! Kezdjük ott, hogy mit tudunk a jelenlegi helyzetről, mi ez a szoftver, ami a közvetlen kiváltóka lehet ennek a helyzetnek, mi történik? Jelen pillanatban azt lehet tudni, hogy volt egy korábbi kiesés, ami a Microsoft felhőszolgáltatásából eredeztethető, de ezt a kiesést viszonylag gyorsan megoldotta a, a szoftvercég. Majd ezt követően történt egy újabb incidens, és nagyon sokan úgy gondolták, hogy ez is a Microsoft felhőszolgáltatása miatt van, de kiderült, hogy nem, hanem az önáltal is említett Crowdside nevezetű cég szoftverének egy frissítése, egy hibás frissítése okozza ezt a hibát, illetve azon belül is jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nem az egész frissítés, hanem azon belül van egy fájl, ami hibás, és ez okozza ezt a leállást, aminek következtében a frissítést futtató számítógépek ilyen kék halál állapotába kerülnek, és nagyon nehezen hozhatók vissza, vagy van olyan gép, ami nem is nagyon hozható vissza ebből a kék halál állapotából jelen pillanatban, és ez okozza ezeket a problémákat. Hogy fordulhat elő egy ilyen eset, pláne egy kiberbiztonsággal foglalkozó cégnél lehet -e tudni már, hogy kihibázhatott? Nem, még nem lehet tudni valójában, hogy kihibázott. Ez egy viszonylag hosszú folyamat is lehet pontosan feltérképezni, hogy mi okozhatta -e ezt a hibát. Most első körben én azt gondolom, hogy amivel foglalkozniuk kell az érintett cégeknek, tehát akik például ilyen szoftvereket használnak, hogy az üzletmenetet valamilyen szinten biztosítsák, erre vonatkozóan a cég kiadott egyébként egy workaroundot, tehát mit kellene csinálni ahhoz, hogy elkerüljék az ilyen leállásokat, illetve meg kellene tudni valósítani azt, hogy a már érintett számítógépek, azok valamiféleképpen visszakerüljenek az üzletmenetbe. Ez az érintett cégekre vonatkozó történet. Magát a CrowdStrike-ra vonatkozó dolgokat pedig úgy először is biztosítaniuk kell, a nyomokat, tehát a digitális nyomokat is valamilyen szinten biztosítani kell, nekik ezt az egész történetet meg kell vizsgálniuk, hogy valójában mi történt, hogy tényleg egy programozási hiba, vagy, vagy mi okozta a már említett fájnak a hibáját, vagy, és ez egy feltételezés, mert volt erre példa a múltban, hogy netalántán őket is érte egy támadás, és egy rosszakaró ad absurdum, egy hacker, hacker csoport okozta ezt a hibát az ő rendszerükben, és ezáltal az érintett szervezeteknek a rendszereiben. Tehát, hogyha jól értem, akkor jelenleg nincs olyan jel, hogy ez egy rossz támadás lenne, de nem is lehet kizárni. Én nem tudok ilyenről jelen pillanatban. Ahogy mondtam, sajnos nem is olyan túl régen volt hasonló jellegű incidens, amikor egy ugyancsak szoftverfejlesztő céget támadtak meg, mert ők olyan szoftvert fejlesztettek, ami a rendszerek felügyeletére, monitorozására, menedzselésére szolgált, és elhelyeztek benne egy backdoor. Tehát ott nem egy ilyen jellegű támadás volt, ami most hogy egy hibás frissítés lett, hanem Kifejezetten egy úgynevezett backdoor helyeztek el ebben a szoftverben, és azáltal, hogy ez a backdoor a frissítéssel kikerült a szervezetekhez, azok végtelenek lettek, és így kormányzati szervek érzékeny adataihoz és egyéb dolgaihoz fértek hozzá a, a támadók. Tehát létezik ez a fajta támadás, ezt úgy hívják, hogy az ellátási lánc támadása. Jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ebben az esetben erről van-e szó, vagy tényleg lehet hogy az a fejlesztő cég vétett valamiféle hibát, és ez okozta a történetet. Ahogy mondtam, a nyomokat rögzíteni kell, hogy egy későbbi vizsgálat ezt kiderítse, de jelen pillanatban a legfontosabb az, hogy az üzletmeneteket vissza kell állítani. Ugye ön IT-biztonsági szakértőként ebben a világban mozog, de a hallgatók nagy része nagy valószínűséggel ugye felhasználói szinten foglalkozik számítástechnikával. Az ön jelenlegi értékelése alapján mekkora incidensről van most szó? Ezt még nem lehet tudni igazából, hogy, hogy mekkora ez az incidens. Ugye ennek több aspektusa van, minden incidensnek több aspektusa van. Egyrészt van egy erkölcsi reputációs bármilyen az adott céget, illetve az összes többi céget érintő ilyen jellegű kár, és van közvetlen anyagi kár. Illetve még egy viszonylag egyszerűbb incidensnek is lehet akár még súlyosabb következménye, akár emberi életeket követelhet. Jelen esetben erről nem tudunk, de volt erre példa, hogy egy mindenki által is ismert úgynevezett zsarolóvírus támadás okozott emberéletben kárt, illetve emberéletet követelt, amikor egy kórházi rendszert feltőzött meg egy ilyen zsarolóvírus, és ezáltal a betegirányítási rendszer látta ennek kárát, és az éppen mentőautóban fekvő beteget, nem a hozzá legközelebb eső ellátási pontra, hanem egy sokkal távolabbi pontra irányították ennek az incidensnek a következtében, és ez sajnos már végzetesnek bizonyult, mert a szegény beteg nem élte túl ezt a szállítást. Tehát ilyen jellegű következményei is lehetnek egy támadásnak, tehát meg kell vizsgálni, sajnos ezt majd utólag tudjuk felmérni a kárnak a nagyságát. Most, ahogy mondta, a legfontosabb az, hogy az üzletmenet biztosítva legyen minden szempontból. Térjük vissza azokhoz az információkhoz, amit jelenleg ismerünk erről az egész helyzetről, és ugye hangsúlyozom, hogy ezt délelőtt 11-kor rögzítjük az interjút. Ki terhel olyankor az üzleti felelősség, hogyha itt csak arról van szó, hogy egy szoftver frissítés félrement, hibázott a cég? Ez nagyban függ az adott szoftverterméknek a licenszerződésétől, amit a magyarul használati engedélynek hívnak. Nagyon sokszor a szoftvergyártó cégek elég részletesen kizárnak bizonyos felelősségeket az ilyen licenszerződésekben. Ezt majd meg kell vizsgálni, hogy jelen esetben ennek az adott szoftvernek a licenszerződése milyen passzusokat tartalmaz, és ezután lehet megállapítani, hogy terhelheti-e bármilyen kártérítési, vagy jóvátételi, vagy bármilyen felelősség az adott szoftverfejlesztő céget. Mindazonáltal, mivel egyértelműnek látszik, de még egyszer, amíg én nem merem én ezt ennyire egyértelműen megmondani, de úgy néz ki, hogy tényleg az ő szoftverükben ez a hibás fájl okozta ezt az egész problémát, mivel ők szenvedik el a legnagyobb reputációs kárt, gyakran maguktól, még hogyha egyébként például jogi felelősség nem terhelni, mert a szerződés alapján ez kizárható, mert úgy körbebástyázták magukat például, Ebben az esetben is nagyon sokszor a kárenyhítés, a reputációs kárenyhítés miatt saját maguk bizonyos jóvátételeket alkalmaznak, de ez is majd csak a jövő zenéje és a jövő kérdése, hogy valójában ez hogy mint lesz később. Most nyilván nagyon technikai résztekben nem szeretnék belemenni, de általánosságban elmondható -e, hogy mondjuk egy biztonsági szoftver az nagyobb rombolást tud okozni egy hálózatban, mint hogyha mondjuk egy zenelejátszó szoftvernek a frissítésébe kerül egy hiba azért, mert hogy a, a szoftver természetéből adódóan sokkal szélesebb hozzáféréssel rendelkezik a teljes rendszerhez. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy minden rendszerfelügyeleti, hálózati, tehát ilyen nagy, teljes egészét az informatikai rendszernek érintő szoftverben, legyen az biztonsági vagy bármilyen más, ebben lévő hiba az nagy valószínűséggel nagyobb kárt tud okozni, vagy nagyobb fennakadást, nagyobb incidens tud okozni, mint az ön által említett zenelejátszó, ami éppenséggel egy desktopon fut, de ha az adott zenelejátszó, és most direkt nem mondok nevet, össze van kötve egy fizetési szolgáltatással, Adapsordom, és ez ilyen online lejátszásra is alkalmaz, meg bármi másra is, és ezáltal közvetlenül hozzáférhetnek pénzügyi és egyéb adatokhoz, mindjárt nagyobb lehet az incidens, úgyhogy még csak ilyen szempontból sem lehet ezt elválasztani. Ma már el kell tudnunk fogadni, hogy a digitalizáció az életünk szerves részévé vált, majd hogy nem azt lehet kimondani, hogy nagyon sok esetben ez elkerülhetetlen, mindenki számára létfontosságú, hogy ilyen rendszereket alkalmazzon, ki intenzívebben, ki kevésbé intenzívebben, és valójában az dönti el, hogy, hogy mekkora károkat tud elszenvedni egy ilyen incidens során, hogy ők az adott szervezet, vagy az adott személy milyen intenzíven veszi igénybe a digitalizáció adta lehetőségeket. Utolsó kérdésem, hogy lát -e már bármennyire abba bele, vagy szakfórumokon, hogy mikor lehet ennek az egész helyzetnek a vége, mikor állhat helyre rendesen a érintett cégeknek a szolgáltatása? Nem, erről még nem láttam semmi hasonló, még nem mernek ilyen jellegű prognosztizációba bocsátkozni szervezetek. Lehet, hogy ez több nap lesz. Én nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk a műsorban. Az elmúlt percekben hírsz Gábor, IT-biztonsági szakértő volt a checklist vendége. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm szépen. A Fehérházban egyre nagyobb a feszültség, miután Nancy Pelosi volt képviselőházi elnök, állítólag támogatta Adam Schiff kongresszusi képviselő felhívását, hogy Joe Biden lépjen vissza az amerikai elnökválasztási versenyből. Egy magas rangú fehérházi forrás szerint Pelosi közölte Bidennel, hogy nem nyerheti meg a novemberi elnökválasztást. Eközben az Axios azt írja, hogy vezető demokrata politikusok gondolják már úgy, hogy az elnöknek nincs esélye, ezért vissza kell, hogy lépjen a versenyfutásból a témával kapcsolatban kapcsolatban itt van velünk Pinter Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának docense, az egyetem angol-amerikai intézetének vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Kezdjük ott, hogy már ugye itt a műsorban, illetve hát a portfólión nagyon sokat írtunk, beszéltünk arról, hogy mi vezetett oda, hogy Biden annak ellenére lehet, hogy nem fog elindulni a választáson, hogy ugye az előválasztásokat megnyerte. Mi történik, hogyha ugye az exos azok az információ, hogy a hét végéig bejelenti Joe Biden, hogy mégsem indul az amerikai elnökválasztáson. Ha ez megtörténik, akkor milyen folyamat veszi kezdetét? Ez egy marha izgalmas kérdés, szerintem a magamfajta hogy is mondjam, hivatásszerűen az amerikai politikát követő emberek számára egy kifejezetten izgalmas mozzanat lesz, ha bekövetkezik, mert azért őszintén szólva én még megvárnám azt, hogy ez a bejelentés valóban megtörténik. Ugye jelen pillanatban erről csak hát találgatások vagy sajtóplegykák szintjén van tudomásunk. Eddig ugye a hivatalos megnyilvánulásaiban Joe Biden elszántnak tűnt abban a kérdésben, hogy bár pedig ő is végig fogja csinálni ezt a választási kampányt, de valóban az elmúlt hetekben érzékelhetően fokozatosan nőtt a demokrata párt nyomása úgy hivatásos demokrata politikusok részéről, mint ugye a demokratákkal egyébként szimpatizáló sajtó, például a New York Times ugye szerkesztőségi vezércikben közölte, hogy Bidennek vissza kéne lépnie, erre se hiszem, hogy az elmúlt fél évszázadban lett volna példa. Szóval a lényeg a lényeg, hogy amennyiben ez megtörténik, onnantól kezdve igazából senki se tudja, hogy mi fog történni. Különböző forgatókönyvek keringenek a sajtóban. Én magam is olvastam számos elméleti feltételezést arról, hogy amennyiben az előválasztást ugye ellenfél nélkül megnyert jelölt visszalép, akkor mi lenne a, a párt, hogy mondjam, leghatékonyabb, leggyorsabb, és ugyanakkor valamilyen szinten mégiscsak a hát a pártdemokrácia szabályaiból sem teljesen ellentétes eljárása arra, hogy megtalálja az utódját. Ugye a kézenfekvő dolog az az alelnök jelölt előreléptetése lenne, azaz Kamala Harris-t megnevezni Biden utódjaként a jelöltségben, de sokan más elképzelést tartanának jobbnak, mert hogy Kamala Harris népszerűsége sem olyan nagyon magas a kutatások alapján. És itt a gyorsasága a jelölt személye, vagy mi lehet a kulcsa annak, hogy egy ilyen krízisből, tehát hogy gyakorlatilag itt vagyunk a nyár közepén, és lehet, hogy elvesztik az elnök tehát hogy egy ilyen helyzetből visszajöjjön a Demokrata Párt november elejéig. Igen, valóban több kommentátor is úgy fogalmazta meg, hogy a Demokrata Pártnak jó opciója igazából nincs, csak rossz és rosszabb, vagy rosszabb és még rosszabb opciók közül választhat, hiszen a az elnök jelölti harc dandárjában, mert hát azért most júliusban mennyi négy hónapnyira vagyunk a választástól, tehát négy hónappal az elnök előtt visszaléptetni a jelöltet semmiképpen nem jó lépés. A kérdés ugye az, hogy mivel veszítenek többet a demokraták, és szerintem ez a fajta minekünk a rosszabb mérlegelés billentette afelé a demokraták többségének az álláspontját, hogy Bidennel többet bukhatunk, mint egy akármelyik másik jelöltel, aki nem Joe Biden. E, itt egyébként szerintem elsősorban az a logika áll az egész mögött, hogy én úgy érzem, hogy a demokraták többé kevésbé beáraszták az elnökválasztás elmesztését, vagy legalábbis olyan nagyon nagy reményeket jelen állás szerint ehhez nem fűznek, bár ugye egy új jelöltel ez a dinamika még megfordulhat, de ami számukra szerintem a létező legrosszabb forgatókönyv lenne, az az, hogy Joe Biden marad. Emiatt egy csomó demokrata szimpatizás mondjuk el sem megy szavazni, és ezáltal nem szavaz le az ő kongresszusi képviselői jelöltjeikre, meg a szenátusi jelöltjeikre sem. Magyarán szólva Joe Biden magával ráthatja a demokraták kongresszusi pozícióit is, és kialakul egy republikánus tanulás, ahol ugye Trump nyeri a választást, és a republikánusok többségbe kerülnek mindkét házba. Ugye az nem volt mindig így az amerikai politikában, hogy viszonylag korán kialakul annak a politikusnak a személye, tehát már nyár-nyár elején, valamikor már tavasz végén, aki elindul a novemberi elnökválasztáson. Van-e valamilyen tradíció vagy szabályrendszer, ami az a demokraták visszanyúlhatnak korábbi időszakokra, amikor mondjuk tényleg ezeken a nemzeti konvenciókon dölt el a jelölteknek a sorsa, és ugye ez a nemzeti konvenció a republikánusok része erről lezajlott a héten, ott ugye Trumpot meg is választották a republikánus elnökjelöltnek, a demokratáknak viszont még körülbelül három hét van hátra, míg megkezdődik ez a rendezvény. Igazság szerint ez az, az a gyakorlat, hogy az előválasztás de facto már eldönti, hogy ki lesz az adott párt elnökjelöltje, ez nem olyan nagyon régi. Tehát hajlamosak vagyunk úgy tekinteni erre, mint egy ősrégi hagyományra valójában, ez körülbelül 50 éves. Tehát 68-ban például a demokratáknak vicces módon, pont ugye Csikágóban volt akkor is a párt nagygyűlése. Egy rendkívül viharos és ugye zavargásokkal, rendőrségi túlkapásokkal tarkított nagygyűlése volt, és csak azon a nagygyűlésen derült ki, vagy dőlt el, hogy ki fog végül is Richard Nixonnal szemben elindulni a 68-as választáson, mivel az akkori regnáló elnök, ugye Lyndon Johnson, akinek még joga lett volna még egy indulásra, ő annyira hát leamortizálta magát a vietnámi háborúval, hogy az év elején visszalépett a jelöltségtől, és ebből egy eléggé zűrzavaros helyzet alakult ki, ugye több demokrata önjelölt is versenyzett, az egyiküket ugye Robert kennedy meggyilkolta, egy merénylő, és így végső soron csak ezen a párt nagygyűlésen dőlt el a jelölt személye. Tehát igazából hagyományosan, ha most egy kicsit visszább tekintünk a 20. századra, a pártgyűlés, a párt nagygyűlés, amit kizárólag négy évente egyszer az elnökválasztás évében rendeznek meg, az az a hivatalos testület vagy rendezvény, amelyik kikiáltja és hivatalosá teszi az elnök jelölt személyét, csak az elmúlt fél évszázadban ez a rendezvény kiüresedett, mivel hagyományá vált ugye, az előválasztás rendszere, az előválasztás az esetek többségében egy-két kivétel tudnék csak mondani, nagyjából márciusra eldőlt, vagy legkésőbb áprilisra, az egy kivétel, amikor Barack Obama és Hillary Clinton csatázott egymással a demokrata elnök jelöltségért, ugye 2008-ban. Az ugyanis csak júniusra dőlt el, hogy Barack Obama lesz a jelölt, és nem Hillary Clinton, de már az is az is eldőlt, mire a nagygyűlés összeült. Tehát a mostani demokrata nagygyűlésnek az lesz a kuriózuma, mondom körülbelül fél évszázad óta először, hogy itt most valódi tétje lehet annak, hogy hogyan döntenek azok a delegátusok, ugyanis csak, hogy világos legyen a hallgatóknak. Tehát a dolog úgy működik hogy az előválasztáson, a demokrata, szimpátiájú szavazók ugye leadják a szavazataikat, de ők proforma nem elnökjelölteket választanak, hanem delegátusokat a nagygyűlésre. Viszont ezeket a delegátusokat elvileg köti az őket támogató szavazók szavazata. Tehát jelen pillanatban delegátusok, nem tudom én, 95%-át arra kötelezi a leadott szavazat, hogy ők Joe Biden támogassák a nagygyűlésen, ez alól csak az mentheti föl őket, ha maga Joe Biden visszalép a jelöltségtől, hiszen ha megszűnt Joe Biden jelöltnek lenni, akkor onnantól kezdve a delegátusok mandátuma is szabad, arra szavaznak, akire akarnak. És ezen a ponton az a kérdés, hogy maga a demokrata párt Joe Biden helyett egy jelöltet visz be erre a nagygyűlésre, vagy adott esetben valamilyen, hát nyilvánvalóan nagyon gyorsan lebonyolítandó casting keretében megpróbál több demokrata aspirást megversenyeztetni, vagy adott esetben magára a nagy ülésre hagyja, hogy hát itt van Kamala Harris, és itt van mondjuk, nem tudom én, Gretchen Widmer, a michigani kormányzónő, vagy hát lenne még azért két-három aspirás, főleg állami kormányzók neve forog a sajtóban, hogy akkor tessék, itt vannak a jelöltek és választhatók közülük. Az elnök mit kockáztat a saját politikai öröksége szempontjából, mondjuk azzal, hogyha elindul és veszít? Én azt gondolom, hogy ha Biden igazából a saját politikai öröksége miatt aggódik, akkor abszolút akkor jár el jobban, ha visszalép, mert bármi is lesz a választás kimenetele, úgy fog rak rá emlékezni a történkönyvek, hogy helyesen cselekedett, vagy úgy járt el, ahogy, ahogy neki kellett. Nagyon szépen köszönjük az elemzését, illetve, hogy itt volt velünk a, a műsorban. Az elmúlt percekben Pinter Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalom karának docense, az Egyetem Angol-Amerika Intézetének vezetője volt a vendégünk. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Még mielőtt véget ér a műsor, Ignát Miklós, a Portfolio Trader Senior brókere elmondja, hogy mik voltak a legérdekesebb sztorik a héten a tőkepiacokon, és mire érdemes a leginkább odafigyelni a következő napokban. Ugye a héten elkezdődött a gyors jelentési szezon. A hét elején az amerikai bankok második negyedévről szóló jelentéseit figyeltük. A bankok erős bevételéredményről számoltak be. Ez pozitív képet fest egyébként az amerikai gazdaságról. Az ellenzői vállalkozásokat meghaladó teljesítmények egyébként tovább erősítetik a piacok bizalmát, mind az egész bankszektor felé, az európai és a magyar bankszektor felé is. Héten elkezdődött ugye a Trump féle üzengetés, illetve a Trump megint fókuszba került. Hát mind a sajnálatos merénylet miatt, mind pedig ugye hivatalosan is a republikánus párt elnök jelöltje lett. szerám kijelentése, mi szerint a Tájvánnak fizetnie kellene az USA védelméért, és akár új vámokat is helyez kilátásban a más országból származó csippekre. A Tájván szemikonduktó részvény folyama mellett az Nvidia, az AMD árazása is jelentősen esett. Na azt viszont érdemes volt figyelni, és érdekes volt látni, hogy az amerikai chipgyártó előnye egyből meg is mutatkozik, ugye az Intel árfolyama hát első körben emelkedni tudott, emelkedésre reagált, de a héten tapasztalt részén piaci korrekció miatt végül inkább csak tartani tudta az értékét. A még érdekes volt, hogy a héten megjelent egy interjú Karl Weiber közgazdásszal, aki arról beszélt, hogy nem kell annyira elsietni itt Amerikában ezt a kamatvágást, hiszen a gazdaság az teljes foglalkoztatottságú, és az infláció is halad a 200%-os cél felé. Nem fontos hozzányúlni ahhoz, ami működik. Igazából ez volt így a, a rövid összefoglalója. Erre főleg a technológiai cégek reagáltak negatívan, és jelentős korrekciót láthattunk eddig a, a héten a főbb részvényindexekben. Úgyhogy azt gondolom, hogy aggodalomra nincsen semmi ok, független attól, hogy ki mit nyilatkozik, hogy a FED szeptemberi kamatvágásának az esélye most 90%-ra mondják, ez ugye múlt héten még 80% volt, és a, a héten látott részén piaci esések szükségesek ahhoz, hogy a, a piacok levegőhöz jussanak. Ez egy természetes visszarendeződés, amit egyébként érdemes továbbra is vételre használni. Egy jó héten kedden az MNB kamadöntő hűlés lesz. További 25 bázispontvágás várható. Itt meglátjuk, hogy a piac hogy reagál erre. Azért a forint valószínűleg nem fog jelentősen erősödni a, a, a döntés nyomán, a két éves és a tíz éves amerikai állampapírok közötti kamat különbség csökkenésére érdemes figyelni. Továbbra is magasabb kamatot lehet elérni a két éves amerikai állampapíron, mint a tíz évesen, de az elmúlt hónapokban látszik, hogy a két állampapír közötti kamat különbség igaz ilyen tyúklépésekkel, de, de azért közelít egymáshoz, tehát ezt mindenféleképpen érdemes figyelni. Illetve a, a dollár is veszít az erejéből, itt a dollárindex grafikonján az látszik, hogy tavaly évvége óta tartó erősödő trendből lépett ki az árfolyam. Itt technikailag további dollárgyengülés várható a jövő héten. Illetve itt a gyors jelentési szezonból jövő héten a Google, illetve a Tesla teszi közé a másik negyedéves eredményét. Ugye jól sikerült, egy erős Google jelentés támogathatja a technológiai szektor fellépülését. Illetve a, hát a Tesla-nál pedig a vártnál nem annyira rossz eredmény, és a, a jelentés követő, szokásos Elon Musk stand-up sója adott újabb hitet a, a Tesla befektetőknek. Ez volt már a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, jó hétvégét, sziasztok!